Sziasztok, én Andris vagyok, itt van velem Krisz. Sziasztok! Itt lenne a vontatás SimCity-ben negyedik része. Ugye eddig azért nem volt videó, a vontatós videó, mert ugye eladtuk a vontatót, és így ja, értitek. És most én vettem egyet, és most megint lesz. Igen, de szeretnénk még egyet venni, mert ugye a cég miatt. Amit ugye megcsináltunk, és bulikat szervezünk oda. Úgyhogy, ha látjátok, hogy a DOK kereskedelmi Kft. Versenyt rendez, vagy akármit, nyugodtan gyertek. Belépő árát mindig oda fogom írni, hirdetésbe. Oda kell jönni a DOK-okhoz, magyarul a mi a neve birtokunkhoz. És akkor ott lesznek ilyen bulik. Nem tudom, elvileg a hétvégén is lesz egy. Tobi rendezi. Melyik nap? Nem tudom, azt mondta, hogy én megbeszél veled. Ja. Mert én nem leszek finni. Úgyhogy azt mondja, beszéljetek meg aztán. Azt is kiírjuk Facebookra, hogy mikor lesz, ha lesz. Úgyhogy ja. Úgyhogy a Tobi, ő a mi, ő vezeti a Discord, na. Ja. Ő a mi barátunk. Jó fej. Jaj. Na, hova kell menned? SF. SF. Hogy be kell kalkulálnunk, hogy honnan mennyire vontatunk, nem? Vagy csak úgy magától jön neked? Hát... változó. Általában olyan... 500 ezerért szoktam vontatni. Hát, na én úgy volt, hogy megkérdeztem, hogy ugye a versenypályát kellett volna elvontatni a Fix and Drive-hoz. Mondtam neki, hogy 1 millióba kerülne, de elvontatom ide a izéhez 300 ezerért. Aztán mondta, hogy jó lesz még a Fix and Drive, aztán mondtam neki, hogy inkább ide nem akarlak lehúzni, meg mondta, hogy 3 milliója van, abból futja, aztán mondtam neki, hogy inkább nem. Nem akarom lehúzni. Meg közben hívtak, aztán gyors, akkor elvontattam oda, mert elvontattam végül is. Volna a Fix and Drive-ig 300 ezerért, de siettem. Meg nem is voltak sokan a izéni. BMS-nél? Mostában sokan szoktak lenni. Nem tudom, hogy lehet-e ilyen szerződést kötetni velük, hogy előbb, vagy be tudjuk vinni az izéket, tudod? Azt nem tudom, hogy lehet-e. Amúgy az jó lenne, mert akkor be tudnánk vinni a izéket. Ja, meg mi is be tudnánk menni. Vagyis hát na, a saját autót vinni. Meg néha a vontatót is azért kell javítani. Menem vissza a halálzóna fele? Nem, arra nem megyek most. Inkább kikerülni. Inkább kerültem egy nagyot, de arra biztos nem megyek. Füstöl a vontató most? Még mindig, ja. Ma mióta? Még én miattam, nem? Mit tudom én? Amikor vittük az adákat. Ja, azóta, ja. Az nem most volt. Hát az már 3 napja. Ja. Ott vagyok. Miért hova kell, mert hova kell menni, de se fönnbálni? Milyen kocsival van? Valami mi az? Paradízó. De itt vagyok, de hát nem találom. Trabantot kell vontatni, behalok. Ez drágább a vontatás, mint maga az autó. Pontosan. De SF-ben van, ugye? Ne, hát hol lennék? Jaj. Bizdiket a szalanta. Úgy bírom, amikor nem tudnak kérni. Ide Tedék Joni.
Hogy mennyibe jobb, hogy van vontatója az embernek, nem? Sokkal. Élvezetesebb a játék. Na én se tudok írni rán. Lesz az is. Na mi van? Most, opa, két kocsit is kell vontatnom. Kettőz. De várj, nekem ez a... Ezek olyan ismerősek, mint valamelyik nap néztem volna a YouTube-on róla videót, de nem biztos. Kik? Mi a nevük? Mit tudom én, nem látom innen. Jó, Móni, tovább ne tudd. Ezt úgy bírom, nem akad. Most miért nem megy rá? Mi két autót kell vontatnom, mind a kettő az övüké vagy mi? Aha. Leközölted velük amúgy az árat? Ja, mondtam 350 ezer lesz mind a kettő. Kettő. Hát de, ja. Ugye úgy, hogy az egyik is 350, meg a másik is. Ja. Ez előbb azt mondtad 350 mind a kettő. Szerintem ez... Lehet. Hát mindegy, most ilyen alsó kategóriás kocsi. Nem azért mondom. Tudatásbuggoltatásért bant szoktak adni, nem? Hát, attól függ. Most a gyerek 150 percet kapott. Hát attól függ, hogy komolyan tudatás, vagy hát na. Az admintól is függ egyrészt, meg attól is függ, hogy izé. Joy-tól kapta. Tudom. Pam 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 pam. Mit? Mindig megkérdezik, hogy hány, vagy venomos-e a kocsi. Úgy mi az a vontató, de úgy. Ki gondolta volna, de hogy... A fék az egy szar. Ezért lenne jó szerződés, mert ugye nem tudom bevontatni őket. Nem is tudom melyikhez lenne a jobb, Fix and Drive vagy az. Nekünk a BMS van közel, hát... de ki tudja, hogy egyáltalán lehet-e ilyet. Na hát nem tudom, szerintem nem. Hát, vagy csak frakciónak lehet. Mert hát akkor ennyire mindenki meg tudná kötni. De biztos nem lehet az se olcsó. What? Mi van? Jó. Na. Múnia ment. Gyerek olyan tolja a kocsit. Te jó Isten. Jaj. Áttisztázva, megbeszélve. Mi? Forgalmas helyen való ölés. És csak 100 percet kapott érte. Mi az, hogy csak? 60-at szoktak. Hát nem mindenki. Miért csak? Nekem meg nincs személyem, azt hiszem. Én aztán így furikázok. Húha, akkora problémák. Ugye? Amúgy nekem sincsen. Tegnap megvágtak 200 ezerrel miatta. Amúgy mindig másképp vágnak meg. Egyszer engem 500 ezerre, utána 100 ezerre, utána meg 300 ezerre vágtak meg, mert nem volt nálam. Hát az navostól függ. Hogy? Vagy nem navostól, elvileg ugyanannyinak kéne lennie, de...
ki tudja most az hogyan van. Hoppá. Ha frakció vagy, akkor tudod. Hoppá, itt nem engem. Ugye korábban kanyarodtam volna. Már viszed az egyiket? Hát már a másikért jöttem vissza. Milyen gyorsan? Hát itt van, nem messze isze. Ja. Na, most ráugrott egyből. Negyedik része mondja vontatása? Biztos? Mm-hmm. Hát elvileg ez 5-3 volt. Hoppá, leállítottam a motor véletlenül. Csak nem tévedünk. Móni! Olyan beléd mentem. Ami szerintem az a sárga fekete szín az nagyon jól nézett ki. Ez nem fotó. Annyira néz ki jól. Aha. Hát én meg se csináltam azóta. Meg kéne csinálni ugyanolyan, amilyen volt, az jól nézett ki. Megint belaggoltam. Ilyen nincsen, esküszöm. Milyen nagy szám volt akkor egy vontató, basszus? Most meg már jó pár embernek van. Ja, amikor nekünk először volt, akkor szinte hát más embernek, hát nem nagyon volt így. Nem, az volt szinte a második magánvontató, ami így, amit így árultak. Ja, aztán mennyit küszködtünk vele, mire megszereztük? Küszködtem. Ja, mert a gyerek nem akarta odaadni annyiba, pedig annyit adtál neki, amennyit még más nem. Hát, ja. Na mindegy. Most megint felment az ára, de most rengeteg magánvontatós van. Öten rám írtak, hogy van eladó magánvontatójuk. Csak ez egyiknek se tetszett az az ára, amit én adtam ért. Hát, ja. Jó, addig hirdetek még egyet, meg a gyerek kihozza a vizet. Talán most már hívnak, mert ugye az előbb nem hívtak. Egy jó darabig. Nem tudom, mennyit hirdettem, mire. Mire kopás volt. Ja, jött a kuncsoft. De megint, de miért SMS-t küldenek? Nem értem. Miért hiszen? Jó, azt SMS-t küldenek. Én jobban szeretem, mint a hívnak. Nem tudom megnézni, mit írtak utána SMS-re. Vagy na. Mit mondtam az előbb, mert Anámos vagyok. Mit? Mit mondtam az előbb, már nem emlékszem már. Én se. Sajkoljon, nem. Hoppá. Amúgy akarok venni majd még egy fullos M6-ot. Meg egy A8-ot. Majd a cégből hajom. Ja. Már ezért fórumon amúgy írtam egyhez. Egy M6-os hozzászem. Igen, lehet, hogy én is veszek egy Audit. Üdv, esetleg munkás nem vesznek fel? Nem. Üdv, jelenleg nem. Hát... Ja. Georgika. I love Giorgio, emlékszel még rá? Milyen ideges voltál? Ütötted a gépet, vágtad. Na mit mondtam, adtam? Mondtam, csak belerúgtam egyszer. Mondtam, hogy I love Giorgio stál mindenki. Még mai napig írogatták, hogy I love Giorgio, I love Giorgio. Hát most is sokszor. Holáli. Annyit kellett rajt röhögni, amikor odajöttek. Josh, I love Giorgio. Hisz a Skyline eladó sürgős? Mennyibe kerül most egy olyan, mert utoljára 800 millió volt. Hát nem tudom. Régen meg 2 milliárd, emlékszel rá? Volt, a nagyon-nagyon régen volt 500 millió egy Skyline. Az, fú, milyen jó volt akkor. Gyerek megkérdezi, jó napot, mennyiért mondhatnák el az autómat a bontóba? A bontóba? Pallig van benzin már a izében. 20%-on van. Jaj, én 5%-nál szoktam el tankolni bele. Na.
amúgy szerintem valahonnan innen a gyártól, vagy a bányától kell a kocsiját. Kőbányánál van egy híd, és ott van a híd lábánál. Hol van a kőbány? Ott kint a bánya, nem? Hát, gondolom én. Kőbánya. Palominói ház már csak 600 millió. Hát miért mit hitték? Hát régen az is ilyen 1 milliárd fölött volt. Hát jó van, de hát... Jól lement az ára. Nem baj. Móni, még jó, hogy én is félre mentem. Lehet, hogy ezért veszek inkább Skyline-t. Én is akarok. Majd egyet. Kőbányánál van egy híd, és ott van. Várjál. Ja, izé, ott a hida. A bányánál. Tudod, ott azok a izés hida. De mondj, akkor kérdettél a nevét, aztán ugye egyszerűbb szerintem. Ma megkérdeztem. Ja. Arra úgy. Csak ugye arra az a gond, hogy van annyi híd. Hát reméljük jóra gondolunk. Hát várj. Farkas Rajmund, de oda megyek én is. Nem vagy ott. Úristen, akkor hogyan... Majd tuti lada lesz, vagy Trabant, vagy Golf. Ja, egy komolyabb autó van neki, hogy kérem. Inkább írja rám. Ja, hát akkor elkérem tőle, most figyelj. De amúgy szerintem... Azért én is elkértem egy Peugeot-t. Be akarták üzélni, zuzatni, aztán mondtam, hogy inkább kérem szépen. Ezt bezuzattatta. És bezuzattattam én, ja. Nem baj, legközelebb. Na. Milyen kocsi az írjad? Egy Ford Mustang. Jó lenne, mi? Valószínű. Még egy Golf 5-ös is jól. Azért, amikor hirdették, hogy Golf 5-ös izé... Ingyen elvihető. Kimentünk. Ja. Golf 1. Na milyen kocsi írjad már? Szerintem ez... Milyen? Ó, megvan. Milyen autó? Nem, Lada lesz majd. Gondoltam. Önnel beszéltem telefonon? Üdv! Igen, velem. Üdv! Üdv! Üdvözlöm. Én erre az üdvre, erre szilentián szoktam rá. Mindig a telefonban üdv! Ja, én is. Anyának meg itthon, hogy sokszor ezt mondom, ezt ma idegesíti. Eladó! Peugeot! Akkor én mutatom az autót. Peugeot? Rendesen kért, hogy Peugeot? Ki? Emlékszel meg, mikor videóztunk az elején, aztán akkor is meghirdették. Mhm. Peugeot. Kiket kapod, amit kapott. Jaj! Hoppá, ezzel van kézifékezve. Te hány szinti ez a gyerek? Már? Nem tudom, megnézem. Azt mennyire mondhatod el? 5-ös szintű. Kiengedtem. Régen én 5-ös szinten örültem neki, ha volt egy ladám. Neki is az van. De nem az, hogy bezuzadni, inkább megjavítottam aztán. Zsoltam az utcákat vele. Ja, száguldottunk. Ja, nekem még narancsárga volt, neked meg egy piros, nem? Aha. Azután a jó, nem? Mint most. Ja, megharcoltunk érte, most meg már így... Nincs értelme nagyon, mert...
De van értelme, hát így jó, hogy van cégünk. Hát de úgy értem. Régen a ladákat hogy keresték? 100 000? Még abból is lakottuk. Ja. Most meg inkább bezuzatják. Hát jó, mondjuk valaki megkeresi egy munkából. Hát most, de hát régen nem volt ilyen fizetés. Régen fél óráig szenvedtünk 100 000-ért, aztán utána megjött az adó, meg a izék. Ja, aztán vitte a pénzt. Na most egyszer megvágott, úgyhogy mínuszba voltam. Tobinak írtam, mindjárt megyek múlni. Kérdezte, hol vagy papa? Na, gyere már. A Tobi. Na, megvan. Aha. El is vontottad már. Ja, még nem. Azt hittem. Na. Pam 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 pam. 3, 1-től 3-ig mondj egy számot. 3. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm, szervusz. Köszönöm, szervusz. Húha. Ez szaborította a Peugeot-ját. Lassan megyek, majd gyerek jön. Utánam. Kocsival jött ide is ki. Igen. Mhm. Remélem nem lesz ellenőrzés a határnál. Remélem meg igen. Akkor beszopom, mint a szar. Vagy a benzin ne fogjon ki, az a lényeg addig. Van egy BMW M6 eladó. Hát, nem írok rá. Fájítod a szívedet? Nem, hanem fórumon írtam, aztán addig nem írok, amíg nem adnak érte többet. Nem akarok rábosszni. Mert kettő meg nem kell. Ingyen elvihető BMW 750. Az igen. Ennyire 30... megvannak a tagodva. Ja, 38 darab szerelőára eladó érdeklődni, kizárólag csak SMS. Hív fel. Valamelyik nap felhívtam egy gyereket, nem vettem észre, hogy SMS, de utána abban a pillanatban le is tettem, miután észrevettem. Laptop eladó. A laptop se ér semmit. Nekem is van egy, ja nincs nálam most. De én is csak úgy kaptam. Szerelőtelepen gyerek oda futott hozzám, aztán rá áthúzta rám. Magyarul látod. Ja. Lada. Milyen színű? Barna. Ó. Már ja, erre el tudok menni egyszerűbben. Három versenytuningos M6 eladó. Eladó versenytuningos chopper, de csere is szóba jöhet. Amúgy neked melyik a kedvenc kocsid ebbe a középkategóriába? Hát Honda az középkategóriának számít. Nem tudom. De úgy értem, hogy ilyen akkor árba, ami 100 millióig van max. Az igen, mit csinál a fagyis kocsival? Ez meg itt a kávédarálóban olyan belém jött. Ami max 100 millió. Volt. Hát nekem tetszik az M6. Nekem is. A... Az A8. Az is, a Rolls Royce is. Hát nekem az nem annyira. Nekem tetszik. Nem tudom. Meg mi van még? A Seat se rossz. De az, hát ja. Annyira. Elmegy. Meg még melyik olyan? Hát a Dodge-om az nem tudom. Most annak fel van megint az ára. Hát az ilyen... Ja, ilyen drágán adják őket. Még igen, 50 millió. Ja. Mondjuk a Q7 se rossz kocsi.
Ja, csak az az a baj azzal, nekem az nem tetszik benne, hogy kicsit megtörik áttúja már onda. Arra nagyon kell vigyázni. Ja. A 750 is tetszik nekem még. Ja, nem rossz. Az A8L az, hát az már annyira nem. Ja, pont jó, hogy meglátnom. Az Alfa Romeo. Azt tetszik még. Nekem a Lada is tetszik. Az se rossz. Nem tudom. Most komolyan mondom, hogy tetszik. Meg egy gyerek itt Opellal jön mögöttem, az se rossz szerintem. Nekem volt fullos Opellem még régebben. Opelom. Jó. Ja, amikor még bányáztunk, emlékszel? Ja. Mert akkor volt Golf 5-ösöm is. Ja, bányában abba raktuk bele a cuccot, és aztán nem tudtad, hogy hogyan kell kivenni. Azt mondtad, hogy megtelt a Jaj, csomagtartó. azért, mert ugye Ha úgy nem volt, vetted szét. nem vettem szét, és akkor megkérdeztem az Armint, hogyan lehet szétszedni. Ő meg azt mondta, hogy nem lehet szétszedni. Nekem meg benn volt egy csomó kő, és ugye nem tudtam kivenni a köveket a kocsiból. És így úgy adtad az autót. Régen is mennyit ért? 5 milliót ért egy Golfot. Vagy az 6-os volt? Az Golf 5-ös vagy 6-os volt? Nekem először, várjál. Hát most van az ötös, akkor hatosom volt. Ja. Azt Most tetszett. sikerült elvontatnod. Ja. Megvan. Aha. Az a videó ennyi lenne, nem? Ja. Majd a következő részben még lesznek vontatások. Viszont ha tényleg szeretnétek, akkor azt komolyan írjátok meg. Mert csak akkor csinálunk, nem? Aha. Hogyha szeretnétek, hát akkor ne felejtsétek el a Facebookot lájkolni, feliratkozni. És ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot is. És Sziasztok! kérdezzetek a kérdezfelleg Pontosan. videóhoz. És írjatok Sziasztok! kérdést. Szevasztok!